Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Unyatyinszky György újságíró és Kohán Mátyás a Mandiner újságírója. Jó estét, szervusztok. Jó estét, szervusztok. K. Endre ügyével kezdjük. Egyébként a mai adásban foglalkozunk majd vele jogi szempontból is, jogi értelemben, úgyhogy most nem jogi szempontból. Mit gondoltok arról, ami történt erről az egészről? Ugye a nézők már biztos értesültek róla, láthatták a híradóban is, hogy az RTL egy rejtett kamerás felvételt tett közzé, amin K. Endre, aki ugye kegyelmet kapott, az otthon egyik volt lakóját arról próbálta győzködni, hogy változtassa meg a rá vonatkozó vallomását. Egyébként a rendőrség vizsgálja már a felvételt, és egy nyomozás is elindult itt a délután folyamán. Hát ezért szoktak embereket elítélni, és nem szabadon engedni. Csak miután letölti a büntetését, meg talán van valami társadalmi reintegrációs folyamat is egy börtönbüntetés után. Ez a rövidebb része. A másik pedig, hogy amikor ugye a kormánynak, az igazságügyi minisztériumnak el kell készítenie egy javaslatot arról, hogy támogatja vagy nem támogatja valakinek a kegyelmi kérvényét, és hogyan terjeszti tovább ezt a köztársasági elnöknek, akkor mi pont érdemes talán ilyen tényezőkre is kitérni, hogy ő mit tett meg annak érdekében, hogy kiskorúakat a távol tartson attól, hogy az igazság, vagy nyilvánosságra kerüljön az igazság, és hogy ellehetetlenítsen különböző ügyeknek a feltárását. Ugye kifejezetten van egy ilyen kategória még nyomozati szakaszban is, amikor valaki ellen már eljárás zajlik, és esetleg előzetesbe kerül, hogy azért kerül valaki előzetesbe, mert attól lehet tartani, hogy befolyásolja az ügy felderítését, tanúkat, bizonyítékokat tüntet el. Itt élőben látjuk azt, hogy eznek miért van egy ilyen jogintézménye általában. Most ugye itt egy bírósági ítélet után vagyunk, és akkor még a morális dolgokra nem tértünk ki. Hát jön Gattár László utánatok, és ezeket meg fogom mind kérdezni tőle. Mátyás? Egyrészt igazad van, másrészt pedig, hogyha én hirtelen el szeretném hordatni a Himaláját, akkor valószínűleg K. Endre igazságérzetét fognám be elé. Ez egy olyan természeti erőnek tűnik, ami már beteges. Tehát ugye önmagában az egész kegyelmi ügynek a kirobbanása is ahhoz kötődik, hogy K. Endre valami beteges módon hisz az igazában, és már a Novák Katalin által minden valószínűség szerint hibásan megadott kegyelem után is képes volt arra, hogy ne vonja vissza a kúriai felülvizsgálati kérelmét, ezzel igen súlyos kockázatoknak kitéve, aztán mégis megbuktatva azt az elnököt, akinek kegyelmet adott. Bocsánat, hogyha azt mondod, hogy hisz az igazában betegesen, rendben van, de akkor miért fizet? Érted, hogy azért ott van egy pénz, amit felajánlott most is egyébként azért, hogy változtassa meg, illetve hogy mondja róla azt, ez a volt áldozat, hogy nem úgy történt, ahogy történt. Igyekeztem érzékeltetni, hogy egy az enyémtől eltérő végzettségre volna szüksége ahhoz, hogy az ember K. Endrének a lelki alkatát meg tudja érteni, ezért nem tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy ő egészen pontosan miért fizet. Csak azt gondolom, hogy azt hiszem, hogy a kegyelemnek volna vagy kellene, hogy legyen egy olyan hatása, hogy az embert a méltósága visszanyerésére, a józan gondolkodása visszanyerésére, magába szállásra ösztönözze. És nagyon szomorúan látom, hogy ez látványosan nem jött össze K. Endrénél. Egyszerűen azt hiszem, hogy ha az ember egyszer, most mindegy milyen körülmények között megvoltak ennek a súlyos politikai következményei, de megúszott valamit, kapott egy kegyelmi stemplit valamire, akkor a legkevesebb, amit tenni tud, az hogy visszavonul a csigaházába, és a magyar közvéleményt ezekkel a jelenetekkel nem terheli tovább. Nem egyszerűen csak a köztársasági elnökkel szembeni mértetlen illojalitásra gondolok, ami ugyan bukásához vezetett, de ezekre meg aztán pláne, hogy pont azt a cselekményt ismétli meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, aminek a gyanúja miatt legalábbis perbe fogták, és ami miatt elítélték. Egyébként mit gondolsz arról, főleg ennek az ismeretében, hogy miután szabadon engedik, akkor nem így mérlegelt, ahogy most te is ezt mondtad, hogy akkor valószínűleg megint csak szükség lenne arra, vagy továbbra is arra lenne szükség, hogy az igazságügyi minisztériumban keletkezett dokumentumok nyilvánosságra kerüljenek, nem? Tehát, hogy ezt jó lenne tudni, hogy akkor mégis, hogyha ilyen dolgokat tesz, meg tett, akkor jó lenne tudni, hogy mi alapján mérlegeltek, hogy... Tehát az indokra gondolsz. Most két külön dologról beszélünk. Tehát szerintem az igazságügyi minisztérium az, amely a legkevésbé vállalható azzal, hogy konkrét politikai döntés hozott volna ebben a kérdésben. A köztársasági elnök hozott egy konkrét politikai döntést. Én az elejétől az egész ügynek... Értem, hogy voltak olyan kormány, igen. Nem, a kormány
Ez a lényeg a kegyelmi döntéseknek, hogy a kormány vállalja át a politikai felelősséget azzal, hogy a köztársasági elnök döntését elfogadja vagy nem fogadja. Igen, el. Voltak olyan szokásjogban megszokott aktusok, amelyek hibásan megtörténtek a kormány, egész konkrétan a Varga Judit igazságügyi miniszter részéről ebben az ügyben, ennek megint csak meglett a politika következménye. Én csak azt szeretném mondani, az egész ügynek az elejétől kezdve én annak a pártján voltam, hogy Novák Katalin legalábbis próbálja meg valamilyen módon méltányolhatóvá tenni, megmagyarázni, hogy egész pontosan miért adott K. Endrének kegyelmet, és ennek a mai napig a pártján vagyok szerintem. Az lett volna a jó eljárás ebben a helyzetben, hogyha valami legalábbis, valami a betekintésre lehetőséget biztosító apró kis információ morzsa arról kikerül, hogy az elnök ezt a kegyelmet, miután a kegyelmek általános titkossága ebben az ügyben már nem volt feltételezhető, nem volt elvárható. Nyilvánosságra került ez ügy, ezután meg kellett valami információ. Volna valami információ, most nem csitult ez a kegyelmi botrány, főleg az ilyen jelenetek után nem csitult, majd meglátjuk, hogy kapunk a valódi válaszokat. Menjünk tovább. Sőjog Tamás, az államfőgye, tegnap megtörtént a beiktatási ünnepség. Milyennek láttátok a beszédet? Összességében egy tisztességes beszédnek gondolom, nem szerintem pont, hogy próbált elkerülni minden olyan aknát, ami itt a megválasztását megelőzően, illetve a megválasztása óta így, hogy mondjam, az útját szegélyezik, akadályozzák, erre igyekezett nem rálépni. És az, hogy a nyilvánosság, meg a külsőségek, az, hogy ez mennyire volt ünnepélyes, pont, hogy az, hogy nem volt különösebben ünnepélyes a beiktatás, vagy ez az esemény, ez is arra utal, hogy mind amennyire lehet kontrollálni akarták ezt a beiktatást, igen, és hogy akkor itt mi hogyan történt. Én azért nem vonnám el a frissen megválasztott és hivatalba lépett államfőtől azt, hogy azért ennek az eseménynek az organizátora, az, aki kitalálta, hogy itt pontosan mi hogyan legyen, az ő volt, és azt is ő határozta meg, hogy a beszédében milyen prioritásokat helyez el. Nagyjából 50 alkalommal hangzott el a jog különböző ragozott és képződött formákban ebben a beszédben. Ebből én arra következtetek egyrészt, hogy Sólyog Tamás a létező legegyértelműbben szeretné a magyarok tudatára adni, hogy ha valamivel nem lesz az ő elnökség alatt probléma, az, hogy tudja helyesen értelmezni és helyesen gyakorolni a köztársasági elnök alkotmányos jogköreit. Szerintem egy méltóság teljes beszéd volt, benne voltak azok az elemek, amelyeket az ember egy parlamentáris demokráciában, ahol politikai kormányzás van, a mégsem politikus szerepben lévő, mégsem pártpolitikus szerepben lévő köztársasági elnöktől mind gesztust elvár a nem őt jelölő oldal felé. És ami számomra egy fontos elem volt ezen, azt hiszem, hogy pláne a jobboldali választók közül nagyon sokan aggódtak az elmúlt néhány hétben, az, hogy mi lesz azzal a kiváló minőségű külpolitikai szerepvállalással, amit igen magas színvonalon Novák Katalin ellátott az elmúlt szűk két évben. Ez egy olyan elem volt a köztársasági elnökök működésében, amely nem volt tipikus. Áder János nem csinált ehhez hasonló diplomáciai offenzívákat. Sólyog Tamás egyrészt elismerően nyilatkozott erről, mind a külhonített, a határon túli magyarokat érintő dimenziójában, mind a nagy külpolitikai dimenziójában, és ígérte ennek a folytatását, de szerintem egy új és biztató elem. Mondjuk a jogszerűségnél megint, tehát annyi véleményes eset kapcsolható igazából a Sólyog Tamás által vezetett alkotmánybíróság tevékenységéhez, hogy szerintem azért a nemzetegységére való tekintettel még továbbra is vannak kérdőjelek, tehát amikor LMBTQ propagandával mossák össze a pedofil kérdést, és akkor ehhez kapcsolódóan fogadnak el a gyermekvédelmi törvényt, amikor a pedagógusok sztrájkjogáról van szó, ezek mind olyan apró elemek, ami azt mutatja, hogy azért a jogértelmezés az nem feltétlen. Tehát Sólyog Tamásnak a jogértelmezése, és az nem mondom, hogy minden magyar társadalmi csoportot kielégít. Én sosem vonnám kétségbe, hogy esetleg jobb jogász vagy Sólyog Tamásnál, én magamról ilyet biztosan nem állítanék. Szerintem, ha valamiben nem kívánnék kiállni egy nyilvános vitára, Sólyog Tamás az a jogértelmezés, és senki másnak sem javaslom. De szerintem, ha valamiben meg tudja indokolni azt, hogy mit miért tett az elmúlt 10 évben alkotmánybírósági elnökként, az pont a jogértelmezés kérdése. Az meg, hogy a nemzet egységét megtestesítő pozícióban. Csak közben magyar társadalmi csoportok maradtak kiszolgáltatva
egy olyan alkotmánynak, meg olyan törvénymódosításnak, ahol elméletileg ugye neki most majd azon kell őrködnie, hogy minden magyar állampolgár megfelelő elbírálásban részesüljön. Az alkotmánybíróság elnöke azért tegyük tisztába, az nem az alkotmányt befolyásoló, módosító, változtató intézménynek az elnöke, nem, hanem az alkotmány felett őrködő intézménynek az elnöke, jogot értelmez, alkotmányt értelmez. A gyermekvédelmi törvénynél volt lehetőségük felülvizsgálni ezt, és miközben egyértelmű módosítások történtek azzal kapcsolatban, hogy a magyarországi LMBTQ közösségek azok milyen hátrányos helyzetbe kerülnek, és itt most nem csak a könyvek lefóliázásáról beszélek, hanem arról, hogy mondjuk fiatalok juthatnak-e olyan információkhoz, mondjuk LMBTQ, tehát más szexuális identitású fiatalok, 18 év alatti fiatalok hozzáférhetnek-e a megfelelő, az ő személyes, egészséges fejlődésükhöz hozzátartozó mondjuk szexuális oktatáshoz, az mondjuk így kimaradt ebből a történetből. Úgy érzékelem, hogy Magyarország azért politikailag elég megosztott abban a kérdésben, hogy az LMBTQ felvilágosítás hozzátartozik-e a gyermekek egészséges szexuális fejlődéséhez. Az ország legalább 50%-a, de inkább többen nem így gondolják. Más a jog, meg más az, hogy a társadalom. Igen, tehát a Súlyog Tamás szempontjából jogilag azért én sok kivetni valót nem látok az önműködésében. No, menjünk tovább. Orbán Viktor adott egy interjút az Emmelynek, egyébként beszélt Súlyog Tamásról is, mondott egy meglepőt szerintem, azt mondja, hogy azért jelölt őt köztársasági elnök, mert stabil, kiszámítható és ismert. Mondjuk pont az ismert ellenkezője nagyon sokszor elhangzott, mármint, hogy nem az, de beszélt a Trumppal való találkozóról is, jön majd Balázs Péter, bővebben is beszélünk, de a véleményetekre kíváncsi vagyok, mit gondoltok, jó-e az Magyarországnak, érdeke az Magyarországnak, hogy egy jelenleg ellenzékben lévő elnök jelölttel találkozik a magyar miniszterelnök a kampányban, és tulajdonképpen mindent egy lapra tesz fel. Mit gondoltok erről? Szerintem a magyar-amerikai kapcsolatok az elmúlt a Biden-i ciklus alatt megint mérgesedtek annyira, hogy ez különösebben nem oszt, nem szoroz. Tehát, hogy Biden elnökség alatt is az Orbán kormány következetesen azt képviselte, hogy Trump időszaka mennyivel jobb volt. De azért hozzátenném, hogy mondjuk pont a Trump elnökség alatt született egy számos olyan intézkedés egyébként az amerikai kormány, illetve az állam részéről, ami egyébként nem feltétlen kedvezett a magyar belpolitikai viszonyoknak. Ugye szokták emlegetni a Szabad Európa, ami kifejezetten egy amerikai kormányzati alapítványhoz kötődik, akkor kezdte meg a működését, amikor Trump kormány volt hatalmon, és jelen pillanatban is egyébként kormánykritikus anyagokat írnak, és a demokrácia és a demokratikus nyilvánosság megőrzésére tesznek lépéseket igazából ezek az akciók. Amikor a NATO megerősítéséről volt szó, az egyébként pont az ukrajnai események is hívták fel a figyelmet, szóval ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy Orbán Viktor most arról beszél, hogy Trump az valószínűleg nem fogja támogatni azt a politikát, ami Ukrajnának a háborús finanszírozását, tehát a háború költségének a finanszírozását, ezt a politikát nem feltétlen folytatnák. Ez egyelőre nem tudjuk, hogy ez miért van így. Én csak oda akarok lyukadni, hogy nem látom azt, hogy ez döntően befolyásolná a viszonyokat, és a választások után lesz majd megint csak egy új helyzet. Kampány van Európában is, és ott is. Én gondolatmeneted alapvonalaival részben egyetértek, sőt, meg is hosszabbítanám, ha nem Bicskéig, de mondjuk Martonvásárig mindenképpen. De, én azt gondolom, hogy az, amit Orbán Viktor elmondott néhány hónappal ezelőtt Ungár Péternek egyébként egy azonnali kérdések órájában, az a visszakérdés, hogy ki tett itt fel zsetonra, mit voltak éppen, ki volt az, aki kényszerpályára tette a jelenlegi adminisztráció alatt a magyar-amerikai kapcsolatokat, Orbán Viktor álláspontja, és ezzel én hajlok egyetérteni az, hogy ez nem Magyarország volt. Tehát voltak éppen már Viktória Nuland óta, nemrég szerencsére elmondott Viktória Nuland óta, van egy olyan kurzusa az amerikai demokrata kormányzatoknak, nem csak a Bidennek, hanem a Biden által is szolgált Obama adminisztrációnak is, hogy egyszerűen képtelenek anélkül pragmatikus kapcsolatokat fenntartani akár szövetségeseikkel is, hogy elemi és rájuk nem tartozó kérdésébe beleszólnának, belekotyognának, a szabad így fogalmaznom a magyar belpolitikának. A demokrata adminisztráció tette világossá, nem csak arra gondolok, arra a kétoldalas ficujkára gondolok, amelyet Viktória Nuland első találkozásuk alkalmával ledobott Szijjártó Péter külügyminiszter elé, az ATV-ben, a Zsuha Ildikó interjújából tudjuk, hogy volt egy ilyen helyzet, amiben a magyar belpolitika elemi kérdéseire, beleértve a bírósági rendszer működését, például vagy a sajtónak a működését, voltak utalások, hogy ezt szeretné az USA megváltoztattatni Magyarországon. Tehát a demokrata adminisztráció nem hagyott arra lehetőséget, hogy egy normális együttműködés lehessen a magyar és az amerikai fél között. Ez nagyon rossz.
Magyarország számára is nagyon rossz, látjuk például a kettős adós egyezménynek az eltörléséből, hogy ennek konkrét negatív következményei vannak, de nem a magyar kormányzat részéről van meg az a szándék, hogy ez így legyen. És az egyetlen esélye, ha jól értelmezem a politikai helyzetet, a magyar-amerikai kapcsolatok javulásának az az, hogyha Donald Trump visszatér. Tehát van egy elkerülhetetlenség ebben a helyzetben. A magyar külpolitikában, hogyha most ugye Orbán Viktor is azt mondta, hogy most nagyon-nagyon rosszak az amerikai-magyar kapcsolatok, és tulajdonképpen ezt próbálta Trumpnál kijavítani, hogy jó helyen kopogtat-e most Orbán Viktor, mert hogyha nem akkor romlottak meg a kapcsolatok, akkor lehet, hogy a demokraták alatt is lett volna mit javítani ezeken a kapcsolatokon, nem kellett volna javítani. Pont ezt mondom, hogy a demokraták nem hagytak erre semmiféle lehetőséget. Tehát, de ha a jó helyen kopogtatott, máshogyan fogom most meg. Tehát az országos felmérések szerint 1,8% az összesített előnye Trumpnak jelenleg Bidennel szemben a felmérésekben. Amerikában 4,5% az előnye a csatatér államokban, ahol a választás eldől, abban a Georgia államban, ahol legközelebb előválasztás lesz, ahol nemrég egyébként Trump kampánytémaként használt Orbán Viktort, 6,5% az előnye. Tehát alapvetően... Hozzátartozik, hogy Trump egyetlen egy vitára sem állt ki a párton belüli ellenfeleivel szemben. Biden nem, aki fog állni, ahogy korábban is kiállt. Tehát az a helyzet, hogy... Egy kommunikáció. Na de bocsánat, tehát, hogy Bidennel szemben vezet, nem a republikánus ellenjelöltekkel, akik most már nem igazán vannak. Tehát azt mondom csak, hogy azzal a jelölttel, aki a jelenlegi papírforma szerint óvatosan fogalmazok Amerikában, ahogy mindenhol máshol is mindig minden megtörténhet, a jelenlegi papírforma szerint leválthatja Bident, akivel ugye nem lehet együttműködni azért, mert Biden nem kíván együttműködni Magyarországgal, szerintem ennél nem tud most jobb téteket letenni Orbán Viktor az asztalra, nem tudja máshova tenni a tétjeit, ez egy kényszerpálya, amelyben szerintem Orbán Viktor a lehető legjobb megoldást találja. Egy mondat, hogy úgy könnyű vezetni, hogyha a pártválasztókat nézzük, a biztos pártválasztókat és Egyesült Államokban is most kifejezetten magas a pártot választani, nem tudok, illetve elnököt választani, nem tudok aránya, és emiatt mondom azt, hogy a vitáknak nagy jelentősége van. Tehát viták lesz előtt... Mindenki, lesznek viták, és fontosak, hogy legyenek. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen.